Csapon a hétvégi vízhiány meghaladta a jogszabályok által hiba elhárításra megszabott 30 órát, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy rendkívüli helyzetet hirdet a városban, ami kiterjeszti a polgármesteri hivatal jogkörét és lehetőségeit. A városban már évtizedek óta gondot okoz a lakosság megfelelő vízellátása. A vasúti vízmű jelenleg a Latorcából kiemelt, fogyasztásra nem alkalmas vizet egyre nagyobb megszakításokkal szolgáltatja a lakosoknak. Az eddig feltárt artézi források pedig csak bonyolult tisztítási eljárás révén válhatnak felhasználhatóvá. Az egyik megoldás az lenne, hogy Záhony látná el ukrajnai testvérvárosát ivóvízzel, ám ennek egyelőre nemzetközi kereskedelmi és jogi akadályai vannak, amelyek megoldásán dolgoznak az illetékesek. Csapnak az ivóvíz ellátására két megoldás rajzolódik ki mai napra. Az egyik megoldás az, hogy Csap önállóan, saját erőből próbál ivóvizet tisztítani, és ezt a vizet eljuttatni az emberekhez. Ehhez arra van szükség, hogy a mai napra meglévő artézi kutakat, amelyek a parkban helyezkednek el, beüzemelni és egy víztisztító állomást építeni, amely utána képes ivóvíz minőséget biztosítani a lakosság ellátásához. Ezzel egy baj van, hogy 9 millió grivnyába kerül a mai napra ennek a tisztító berendezésnek a felállítása, és erre a városi költségvetésben ennyi pénz nincs. A következő gond vele az, hogy Csapnak nincsen saját vízhálózata. A vasút tulajdonában van az a vízhálózat, amelyen keresztül mai napra az emberek a vízellátást kapják. Ez a hálózat minőségi ivóvíz ellátására, továbbítására nem alkalmas. Egyrészt azért, mert nem bírja ki azt a nyomást, amely szükséges ahhoz, hogy minőségi vizet juttassanak el az emberekhez. Másrészt olyan régi és olyan lerakódások vannak benne, hogy hiába tesszük bele a tiszta vizet, a végén ugyanaz fog folyni, mint mai napra. A másik úgymond megoldás az a kérdés, amely már hónapok óta napirenden van, hogy a Záhonyban meglévő tiszta ivóvizet átvezetni a Tiszán, és itt azt használni az ellátásra. Záhonyban mai napra a kapacitás megengedi azt, hogy még 15 ezer embert bekapcsoljanak ebbe a rendszerbe. Magyarán mindenféle további beruházás nélkül számukra rendelkezésre áll ez a vízmennyiség. A mi részünkről az az elvárás, hogy legyen egy terv a vízhálózatnak a kiépítésére, és legyen egy terv a Tiszán való áthozatalra. Ehhez egyértelműen uniós forrásokra van szükség, mert sem a csapi, sem a megyei költségvetésben ekkora források nem állnak rendelkezésre. Magyarországon a szándék megvan arra, hogy az itteni embereknek az élet körülményeit, az életminőségét javítsák. A helyi hatalomnak szintén megvan erre a hajlandósága. Egy dolog maradt dolgozni, és ezt a tervet továbbvinni a megvalósítás felé. Hosszú idő után először nagy adagvédőoltás érkezett Kárpátaljára. A készítmények az állami költségvetés tavalyi beszerzéseiből származnak. Larisza Zaremba epidemiológus tájékoztatása szerint 94.360 adag TBC, 26.460 dózis diftéria és tetanusz, valamint 14.880 hemofília elleni szert adtak át a megyei infektológiai kórház illetékes osztályának, mely elosztja azt a járási intézmények között. A tájékoztató szerint TBC elleni szérumra elsősorban az újszülöttek és az egy éven aluli gyerekek számíthatnak.